Kedves budaörsiek, kedves megemlékezők! Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése óta a magyar történelemben alig voltak olyan időszakok, amikor ne kellett volna számon kérni az aktuális hatalomtól március 15-e megvalósulatlan követeléseit. Sajnos egészen kivételesnek tekinthetőek az olyan évek, amikor a nyugat-európai értelemben vett demokratikus értékek valamennyire is érvényesültek Magyarországon. Károly Mihály Tétova kísérlete a polgári demokrácia megteremtésére 1918-ban, az 1945 utáni rövid, kegyelmi időszak, 1956, alig két hétnyi forradalma, majd a rendszerváltástól 2010-ig eltelt néhány év mind egészen ritka kivételnek számítanak. A nyomasztóan hosszúra nyúló köztes időszakokat a szabadság teljes hiánya, vagy annak szisztematikus felszámolása jellemezte. Pedig az 1848-as követelések egyáltalán nem elvont és romantikus eszméket kívántak érvényre juttatni. A reformkor elkeseredett vitái nyomán vált világossá, hogy a haladás, a jólét, a függetlenség megteremtése csakis a polgári, demokratikus értékek gyakorlati bevezetésével lehetséges. Ez a tétel azóta sem veszített semmit az érvényességéből. A megfontolva haladó, mérsékelt reformernek számító Széchenyi István már az 1830-as években szembesült ezzel a dilemmával. És bár sokáig ellenállt a felismerésnek, végül be kellett látnia, hogy lehetetlen a gazdaság megújítása társadalmi változtatások nélkül. Kevesen tudják, hogy már ő is 12 pontban foglalta össze a téziseit az 1833-ban kiadott Stádium című könyvében, amelyek között ott szerepel a jobbágyság intézményének felszámolása, a törvény előtti egyenlőség és a nyilvánosság kiterjesztésének követelése. Ezek a pontok bővültek és érlelődtek ki 1848. március 15-ére úgy, hogy már alkalmasak lehettek a feudális rendszer szétzúzására és a polgári rend alapjainak bevezetésére. A sajtószabadság, a hatalmi ágak szétválasztása, a törvény előtti egyenlőség, a terhek közös viselése, a kiváltságok felszámolása, a feudális függőségi viszonyok megszüntetése a munkaerőpiacon, és persze az is, hogy politikai alapon ne lehessen senkit elítélni, ahogy ez például Táncsics Mihállyal történt. Ezek mind elengedhetetlen feltételei a demokratikus működésnek a mai napig. Volt még egy kulcsszava a forradalomnak, de különösen a szabadságharcnak, ami nélkül nem érthetjük meg, hogy miért küzdöttek akár a halálig azok a tömegek, amelyeket Kossuth szólított a zászlaja alá. Ez a kulcsszó az érdekegyesítés volt. Annak egyértelművé tétele, hogy a nemességnek és a parasztságnak ugyanaz az érdeke. Külön-külön nem győzhetnek. Egymásra vannak utalva. A reformok élén álló politikai elit képes volt olyan programmal a társadalom elé állni, amelyet mindenki magáénak érzett és megértette, élethelyzetének tartós javulása csak akkor lehetséges, ha ezt a harcot sikeresen végigvívják. Ez volt a titka annak, hogy hetek alatt szerveződött ütőképes hadsereg, hogy a hátország képes volt ellátni a harcoló csapatokat fegyverrel, élelemmel, ruhákkal és mindennel, amire szükségük volt. Vagy a Bécsi udvar végül csak orosz katonai segítséggel tudta felszámolni a szabadságharcot. És ez áll annak a háttérében is, hogy hiába teltek az évtizedek, milliók emlékeztek úgy Kossuth apánkra, mint aki tisztán, világosan és hatékonyan képviselte az érdekeiket. Sokan hajlamosak arra, hogy a vesztes forradalmainkat értelmetlennek lássák. Pedig még a kudarccal végződő ellenállások sem voltak, soha hiába valóak. 1848 nélkül nem lett volna 1867-ben a sikeres évtizedeket megalapozó kiegyezés, míg 1956 nélkül nem lettünk volna a legvidámabb barak az úgynevezett szocializmus éveiben. Bármikor is mutatja meg a társadalom az erejét, ez
a hatalomgyakorláson is hosszú időre nyomot hagy. Ezért nem értelmetlen soha az ellenszegülés a demokráciát sárba tiprókkal szemben. A Kelet és Nyugat-Európa között máig húzódó jóléti szakadék és szabadságdeficit pontosan annak köszönhető, hogy a kontinensnek ezen a felén az itt berendezkedett autokratikus hatalmak néha külső segítséggel, néha annélkül, de mindig megakadályozzák a társadalom fejlődés demokratikus kibontakozását. És persze, ahogyan József Attila írta, az idő előre haladtával finomul a kín is. Az új diktátorok egymástól tanulnak. Másolják a módszereket, így ma már igyekeznek a demokratikus működés paraványa mögött elvégezni azt a rombolást, amely persze végül mégis a demokrácia leépüléséhez vezet. Például ma már a sajtószabadság elleni támadás nem csak a hagyományos eszközökkel folyik. Nincsenek cenzorok. Bárki indíthat újságokat, televíziót, rádiót. Legfeljebb a frekvenciát veszik el tőlük. Ahogy ez történt Budaörs Rádióval, és legutóbb a Klubrádióval. De a lényeg nem csak a korlátozásokon van ma. Bibó István, a 20. század egyik legjelentősebb politikai gondolkodója, már 1947-ben, még a totális diktatúra kialakulása előtt éles szemmel vette észre, hogy a propaganda jelentőségének és eszközeinek megnövekedése, a mozi, a sajtó, a rádió véleményformáló hatása egyszerre döntő tényezője lett a hatalom koncentráció minden eddigi mértéket meghaladó növekedésének. Ez az államhatalmat saját propagandájának a rabjává teszi. Ennek klasszikus példája a német nemzeti szocializmus volt, amely kénytelen volt elhinni saját propagandáját, ha nem akart végleg megakadni, viszont a saját propagandáját követve nyíl egyenes ment bele a maga nagy történeti katasztrófájába. Fogalmazott Bibó, leírva a kor erősödő diktatúrájának és a harmadik birodalom Goebbelszi propagandájának párhuzamát. Csak reménykedhetünk, hogy napjaink hasonló eszközökkel működő autokráciáinak törvényszerű bukása nem jár majd hasonló méretű összeomlással. Immár a 2. március 15-ét ünnepeljük kényszerűen úgy, hogy nem állhatjuk körül a budaörsi Kossuth szobrot, és nem vonulhatunk fel Budapest utcáin sem. Ezúttal nem közösen emlékezünk, hanem együtt figyeljük feszülten a járvány elleni védekezést, amely egyúttal a demokratikus vagy antidemokratikus hatalomgyakorlás hatékonyságának éles próbája is. Most a korábbiaknál sokkal egyértelműbben és tétremenőbben láthatjuk, hogy képes-e a hatalom a hatékony cselekvésre, a kezében összpontosuló erőforrásokat a bajba jutottak megsegítésére fordítja-e, él vagy visszaél azzal a korlátlan döntési szabadsággal, amelyet jóhiszeműen engedett át számára a társadalom. Az előjelek nem jók. Például ahelyett, hogy a védekezésben partnernek tekintették volna a településeket, inkább a 2019-es önkormányzati választások eredményének átírása folyik gőzerővel. Úgy akarják bebizonyítani a nem kormánypárti településvezetők és képviselőtestületek alkalmatlanságát, hogy már-már az alapműködést is veszélyeztető mértékben vonnak el tőlük forrásokat. Pedig a tét most minden eddiginél nagyobb. Egyrészt az életünk, amelyet egy halálos vírus fenyeget, másrészt az élet lehetőségeink a munkahelyeinken és a lakókörnyezetünkben, amelynek biztosítását az államtól várjuk el. Most persze drasztikusabbak a hatalom teljesítményének mérőszámai is. Ezúttal halottakban, elveszett munkahelyekben, az önkormányzatoktól elvont milliárdokban fejeződik ki a hatalomgyakorlás mérlege. Bár aggódva figyeljük az eseményeket, azért nem vagyunk teljesen kiszolgáltatottak. Ha továbbra is működik a városunkban és az országban az emberek közötti szolidaritás, ami a járvány elleni védekezés során megnyilvánult, ha egyre többen döbbennek rá a valóságra, és a felismerésen túl cselekedni is hajlandóak, akkor jó esélyünk van arra, hogy visszaállítsuk az 1848-as demokratikus értékek alapján álló működést a társadalmunkban. Köszönöm a figyelmüket!